16 éven aluliak számára nem ajánlott. Elrakom, hogyha sírni fogok, mégis legyen egy zsepim. Kesszőt is hoztál, na. De elvesztettem az egyiket, ha idefelé jöhet. Mert. Ilyen fagyos a magyar film helyzete? Én nem mondhatom, hogy fagyos most lesz a film bemutató, úgyhogy örülnöm kell. Mi történt? Gondoltam maga, majd elmondja. Te voltál az egyetlen, aki hajlandó volt ilyen idegbe jönni. Na, hát hetedik sor közepért minden. Apa, nézd! Külföldön indult be igazán ez az ötlet. Hát az elején igen, a forgatókönyv szintjén részt vettünk egy Scriptist nevű forgatókönyvíró workshopon ezzel a könyvvel, ahova beválogatták, és ott a végén volt egy díjátadó, ott volt egy fődíj, azt sajnos nem mi kaptuk, mi viszont kaptunk egy külön díjat. Hova lehet állni? Amelyik hely hívogatja. Na, az ott tökéletes lesz. Oda nem lehet, tehát üres. De oda akkor sem lehet. Korábban nem volt, hogy gyorsan megalapították ezt a külön díjat, mert elmondták, hogy mindenképpen el akarták ismerni ezt a könyvet is valahogy, és ezzel sikerült, és ennek mi nagyon örültünk. És ezt Cannes-ba adták át 2011-ben. A Lengyel Feri hogy jött a képbe? Ez az én parkolom. Itt te nem érsz többet. Akkor most összetegeződtünk? Igazából úgy, már korábban dolgoztunk sokat együtt, meg barátok is vagyunk, és elkezdtünk együtt. Ő is egy íróember, úgy értem, szokott írogatni novellákat, ezeket megmutatta. Én is mindig beszámoltam, hogy mi gondolkozom, és akkor egyszer azt mondtuk, hogy miért ne próbálnánk meg közösen valamit. Ha engem kérdezel, ez bármennyit kicsengetne azért a helyért. Ezért nem kérdezlek. Elég sok hősöd magányos. Tehát, hogy van egyfajta magány körülötte. Anno az ébrejárókban is, ugye három kiszakadt magányos ember, a zöld sárkányban, a raktárban is, ugye két, sőt három, mert ugye a női szereplőt is vegyük oda. Tehát, hogy ezek az emberek magányosak, de aztán egymásra találnak valamilyen szintéren. Hát igen, ezt... Elmegyek majd egy pszichodráma csoportba, mert... Olyan azt hiszed, hogy ott a kapunál megállítod a világot? Hogy itt minden másként lehet? Tessék, fogadjunk négy sörbe, hogy egy héten belül itt fogok parkolni a tető alatt. Hát én téged úgy ismerlek, aki a hétköznapi szürke kis hősöket imádja, és ő az a, te vagy az, aki észreveszed, hogy de hát azon az emberen van egy piros sál, és hogy a nagyon kis finomságokat a teljesen átlagos hétköznapi helyzetekben szépen ki tudod színezni. Hát ugye, amikor az ember próbálja maga alkotói identitását meghatározni, ez egy nagyon nehéz dolog, mert de ez inkább korábban van, mert egyszer csak azt kell mondani, hogy én ezt tudom, ezt nem tudom, ez érdekel, ez nem érdekel, és egyáltalán nem kézenfekvő, hogy milyen történetet mond az ember. Az érdekel, két ember találkozása, két világ találkozása, ahol újraíródnak a dolgok, és az egy tiszta dolog, amikor két olyan ember, akinek valamilyen módon szüksége is van egymásra, még akkor is, ha nem tudják, hogy ott mi történik. Igen, talán ez. Ott az a kapu. Azon túl bármit megtehetsz. Itt nem. Lengyelországban a Vasúj Ákategóriás Fesztiválon volt a premierje, de nem ezért kell látni, azért kell látni. Meg volt a vetítés, és közönség találkozó volt, nagyon jókat beszélgettünk, hál' Istennek nagyon pozitív volt a visszajelzés. Oda jött hozzá egy nagyon jósvádájú lengyel csávó, szakállas, és mondta, hogy egy selfie csinálhat-e velem. És nagyon persze. És megcsinálta, és mondta, hogy ő egy ilyen parkolóőr lengyel, és látta a fesztivál, és egy ilyen film, tehát aminek is szakmával eljött és megnéz, és aki negyen tetszett, ez pont ilyen. Egyik legnagyobb sikerként könyvelem eddig ezt a mondatot. Annyi jó parkoló van a környéken. Bármikor döntet úgy, hogy itt hagy minket. És mit mondott Andy Vajna a tesztvetítés után? Ő megmondta, hogy ő nem, ez nem az ő filmje, hogy ő nem... Tehát nem lesz trilógia. Hát ezt nem tudom, hát ez az ő az élet. Hol a kocsi?
Milyen kocsi? Neked nincs kesztyűd, András.